Két kórus minősítő hangversenyével vette kezdetét a 8. Nemzetközi Kórusfesztivál sátorai a Újhelyen. A Piarista templomban megrendezett hangversenyen Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntötte a résztvevőket és az érdeklődő zeneszeretőket. Azt mondta, az ének örömforrás, annak, aki énekel, de annak is, aki hallgatja. Az örömforrás annak is, aki előadja, és örömérzés annak is, aki hallgatja. Ez a boldogság, ez terjedjen ki, ez a jó hangulat terjedjen ki a program egész idejére. A fesztivál elindítója Majorosné Hódosi Ilona karvezető, nyugalmazott gimnáziumi tanár, aki úgy véli, a lelkesedés és a zene szeretete tartja életben a fesztivált. A lelkesedésünk a miénk, de ugyanakkor a kórusok is, mert hál' Istennek olyan kórusok is jelentkeznek, akik már voltak nálunk, és visszajönnek, és meghallották a minősítés lehetőségét, és élnek vele. A minősítés fontos része a fesztiválnak, hiszen egyfajta visszajelzés és megerősítés abban, hogy az énekkarok jó úton haladnak. A zsűri egyik tagja Somos Csaba, Lisztdíjas karmester volt. A minősítő hangversenyek alapvető célja, hogy egy olyan eredményt, egy olyan lendületet tudjanak kapni a kórusok, ami alapján továbbfejlődhessenek. Ezt a teljesítményt le tudjuk mérni a hangzás alapján, az intonáció alapján, a tisztaság alapján, a művek korrekt megszólaltatása alapján, és természetesen van még sok olyan szempont, amit szavakkal nagyon nehéz megfogalmazni. Az élményszerűség például ez, amit nagyon szubjektív módon külön-külön érzünk jónak vagy kevésbé jónak. A lengyelországi Echo kórus és a kisiratosi Szalbek kórus vett részt a minősítő fesztiválon. Mariola Ripczák, a lengyel kórus vezetője éppen arról beszél, hogy az idén 70 éves kórusnak több mint 300 darabból áll a repertoárja. Énekelnek műveket kora középkori, népi és modern szerzőktől is. Kedvencük a gospel, amit ezen a fesztiválon is bemutattak. A minősítő fesztiválon a kisiratosi kórus bronz, a krosznói vegyeskar pedig arany minősítést kapott. A kórusfesztivál délután a Latabár Színházban 7 énekkar hangversenyével folytatódott.